Szeretettel üdvözöllek titeket, Straka Aliz vagyok, szertartásvezető. Néhány évvel ezelőtt még félve mondtam ki ezt a mondatot. Nem tudtam, hogy vajon lesznek-e párok, akik elhiszik rólam, hogy szívből végzem ezt a hivatást. Nem tudtam, hogy vajon tudok-e boldog pillanatokat okozni pusztán azzal, hogy papírra vetem a gondolataimat, amiket az ő történeteik ébresztenek bennem. Amikor megkaptam az első lehetőséget arra, hogy részt vegyek valakinek a nagy napján, azt éreztem, hogyha ennyi volt az én feladatom ezen a pályán, már akkor is örökké hálás leszek érte. Amikor az első esküvőre készülődtem, úgy izgultam, akárcsak a sajátomra készülnék. Azt hittem, ez a jó leső görcs a gyomromban idővel elmúlik majd. Hogy nem fogok mindig meghatódni, amikor felkérésem érkezik, és hogy nem kell majd küszködnöm a könnyeimmel, amikor a párok a fogadalmaikat olvassák fel egymásnak. Sorra jöttek az esküvők, és teltek az évek, de én még mindig ugyanazt a boldogságot és izgatottságot érzem, amikor elindulok egy esküvőre. Boldogsággal tölti el a szívemet, hogy a párok nekem ajándékozzák a legszebb napjuk egy olyan fél óráját, amiért felelősséggel tartozok, amelynek visszajelzéseik alapján az égkövévé az általamért versek váltak. Számomra pedig az a két csillogó szempár a szertartás égköve, amelyek szavak nélkül is azt sugallják, hogy sikerült olyan boldog pillanatokat okoznom, amelyek örökre lenyomatot hagynak majd a lelkükben. Ha ezt a néhány mondatot hallgatva nektek is sikerült eljutnom a szívetekig, keressetek bizalommal, legyen a ti történetetek is tinta a tollamban, és a boldog arcaitok a visszaigazolás arra, hogy ma már büszkén jelenthetem ki, hogy Straka Aliz vagyok, szertartásvezető.